Bár az elmúlt napokban csökkent a Romániába érkezett ukrán menekültek száma, még mindig több órás a várakozási idő a román-magyar határátkelőnél. A háború kitörése óta több mint 400 ezer ukrán állampolgár érkezett Romániába. Többségük már el is hagyta az országot. Továbbra is több órás a várakozási idő a román-magyar határ nagyobb közúti átkelőhelyein a román oldalon. Az orosz-ukrán háború elől menekülők többsége a Pete, Csengersima és a Nagylak 2 Csanádpalota autópálya határátkelőhelyeket választották, ahol másfél-két óra is volt a várakozási idő. A Bihar megyei határátkelőkön valamivel jobb a helyzet, itt kevesebb, mint egy órát vett igénybe a személygépkocsik kiléptetése. A forgalmasabb határszakaszokon, ahol lehetőség volt rá, külön sávokat hoztak létre az Ukrajnából érkező menekültek számára. Reméljük, hogy a háborúban sikerül egy olyan dűlőpontra jutni, amikor már nem érkezik több menekült, de kell egy szolidaritás, ez az igazság, és nyilvánvalóan türelem is, hogy hát akarunk menni. Vannak megoldások, de ezek nyilván egy feltorlódásnál nem biztos, hogy elégségesek lesznek. Arra kérek mindenkit, hogy induljon el időben, figyeljen egymásra, legyen türelmes, hisz vannak, akik a háború elől menekülnek mostanság. Az elmúlt napokban Bihar megyében a 19-es számú országos főút mentén több településen ukrán nyelvű útirányjelző táblákat helyeztek ki, hogy ezzel is megkönnyítsék az átutazó menekültek számára a tájékozódást.